Egy, a régióban még újnak számító sportág első lépéseinek lehettek tanulni azok, akik jelen voltak az 1928-ban alapított NVSC újabb szakosztályának bemutatkozásán. Mint Szilvási István, az egyesület elnöke elmondta, az érdem a Bolega házaspári, akik az Egyesült Államokból hazatérre döntöttek úgy, hogy Nyíregyházán folytatják a tengeren túlon megkezdett missziójukat. A hétdanos nagymester szeretné, ha minél többen megismerkednének a sportággal a megyében is. A Világ Taekwondo Szövetség azt nagyon segíti, és szereti, hogyha mesterek és nagymesterek tovább oktatnak és nyitnak iskolát, hogy más gyerekeknek is lehetőségük ehhez a világsporthoz. Ide jöttünk Magyarországra, mert itt születtem Újfehértón, itt nőttem fel, és a feleségemnek nagyon-nagyon tetszik ez a város, ez a megye, ez az ország, mert ahol voltunk idáig, ahol jártunk, több mint 35 országban, 4 földrészen, oktattunk, vizsgáztattunk, tanítottunk. A sportért felelős államtitkár örült annak, hogy egy nemzetközileg elismert szakember tanítja majd a sportágat Nyíregyházán. Az a célja, hogy átadja a tudását a gyermekeknek, és világklasszisokat neveljen. De természetesen az is, hogy mindenki sportoljon, és legyen választási lehetősége mindenkinek, akár a taekwondo sportágat választani. Immár Nyíregyházán is lehet, hiszen ez a terület egy kicsit fehér folt volt, hiszen nem volt ez a szakágunk itt, úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy köszönthettük a gyerekeket, a szülőket, és köszönthettük a Bolega házastárt, akik bizony bennünket fognak innentől erősíteni, és a sportágat. A taekwondót világszerte 80 millióan űzik, Magyarországon pedig mintegy 5000-en versenyeznek. A szövetség elnöke szerint fontos, hogy minél szélesebb legyen a sportág hazai bázisa. Nagyon fontos, minden új egyesület megalakulása, új szakosztály beindulása nagyon fontos a szövetség életében, hiszen ez a tömegbázis szélesítését jelenti. És mint minden más versenysportágnak, nekünk is az egyik legfontosabb célunk, hogy kijussunk az olimpiára, és ott a lehető legjobban a magyar híreknek, vagy a magyar tradícióknak megfelelően tudjunk szerepelni. Az, hogy Nyíregyházán alakult meg, az meg különösen jó, mert ez a rész egy kicsit valóban fehér folt volt eddig. Ugyanakkor a környezetünkben rengeteg jó taekwondós van, tehát arra gondolok, hogy Ukrajnában, Szlovákiában, Romániában, azért sok taekwondós van, tehát fontos, hogy itt is beinduljon ez. A Debreceni úton kialakított edzőterem átadóján a fiatal taekwondósok egy rövid bemutatóval avatták fel a küzdőteret.